nézzük az összeállításokat. A Fradinál, ugye erről beszéltem már, Ranilovics megsérült, Fruknel László elmondta, hogy egy rossz mozdulat miatt ma reggel dölt el végleg, nem állhat a kapuba, úgyhogy Haber, és aztán Józsi Andrezinho, Heinz, Rósa, Mékovics, Rodenbücher, Marót is, Kemri, Balog, Csizmadia. Két helyen változott át a Fradi a szombathelyt legyőző csapathoz képest. Balog ugye visszakerült az együttesbe, méghozzá Dragoner kárára. Dragoner ugye ugyancsak megsérült és le kellett cserélni. Csütörtökön kezdett el edzeni, úgyhogy Balog felépülése pont jókor jött. A másik pedig ugye Milkovics játéka, aki Stanics helyett játszik. Melyik térfél? Maradnak a kukezdés, a végetszásuk sikertőlelően. Szűcs, Tóth, Abbo, Gyömbér, Rebrik, Bárányos, Tóth, Marics, Farkas, Supics és Németh Milán a pápa kezdő 11-e. Szép labda. Mikovics az elgurul még. A másik oldalon Heinz várja, de így is jó, mert megcsúsztatja neki. Kembri Heinz éreszögből. Szépen vissza. És Fradi helyzet. Andrezinho érkezett. Ebből az derült ki, talán nem is a legjobb megoldást választott a helyet. Azt hittem, hogy innen föllövi oda Szűcs Lajos alántékához. Elég közel volt. Megpróbálta kiszolgálni Andrezinhót. Maruti. Heinz, Rósa, térdel vissza Heinznek. Nem volt lesen Skembri, csak nem tudja kapu felé átvenni már a labdát. De várja közében Milkovics. Skembri. Rósa tiszta lövő helyzet. Jó! Szűcs! És még mindig ott a lehetőség. Heinz nem volt lesen, visszateszi. Ebből már nem sikerül lőni szöglet. Supics úgy érzi, hogy nem róla ment ki az a labda. Milkovics piszkált oda kétszer is. Itt van Rósa, okos megoldása, hosszú felső felélőttel. Szűcs, akinél ugye ezerszer lerágacson, de ez mindig el kell mondani, hogy csak egy Fradi ikonvéd. A hetedik perc közepén eljön a labda, óriási Haber, bravúr! Van válasza azonnal a pápának a Fradi helyzetére. Ez egy nagyon más, egy ilyen első mozdulat, mint az alaegerszegi. Nagyot kellett nyújtóznia. Bárányos, eljátszotta csak a szabálytalanságot Milkovics. És Kembrinek tolja ki. Még a csel is belefér. Ballas, Kembri, gól! 18. perc, vezet a Ferencváros. Egy remek váltai alakítás. Nem először a bajnokságban. Még volt ideje, hogy visszavegye a bal lábára. Egy kifogástalanul rúgta el a hosszú sarokra. Csúnyán eltolódik a pápai védekezés a túloldalra, így már későn váltanak vissza. A védő eldobja magát, Kembri állva marad. A hosszú sarok megnyitva. Gól még egyszer a másik oldalról, és Kembri higgad csele, és tudatos mozdulat estében a hosszúba. Nagyon szépen csinálta. Németh próbálja meghúzni, két ferencvárosi megállította, Andrezinho. Megint a védők mögé, Heinz odaért hamarabb, megtolja Milkovicsnak. És kapja vissza lesen, hiába fejelt a kapuba. A pápa következik majd. És nem középkezdéssel, ez a lényeg. Meghúzza visszafelé, és így egy lépéssel lehet, hogy tényleg bent áll. De megint, független lett az egy lépéstől, azért félelmetes, hogy de ismét fölényben volt a pápai védelem, csak úgy, mint a gólnál, és hogy megint ketten ezt meg tudták itt csinálni. Ez viszont remek labda, Tóth Norbert beéri. Andrezinho. És Tóth Norbert, akinek ez a lehetősége most így kimaradt, megy a szöglethez.
az érkezés fölé! Centikkel, Bárányos! Megelőzi Marótét, aki a végén már az utolsó két lépésnél nem is tartott vele. Nagyon kevés hiányzott. Gyömbér, Jovánceival az összjáték, Gyömbér tovább tud még menni, bal alól és Haver. Pont jól pattant, jól meg tudta lőni. Mikovics. A lefordulások továbbra is működnek, Heinz. Külsővel gyönyörű labda volt. Skembri második nagy helyzete, gól! Ugyanoda! 2-0 a Ferencvárosnak. Mondom, az idegenbeli mérkőzések abszolút kulcsfigurája a máltai. Hogy fölemelte a hosszú felsőbe? És Heinz milyen zseniális labdát adott neki. Külsővel még mielőtt a védő odaért volna, és hát nagyon nehéz megmondani, hogy ez nem volt esetleg lesz. Tóth Gábor volt talán a leginkább bent a hozzánk közelebbi oldalon. Szenzációs mozdulat. Nem véletlenül vinné a hírek szerint a Leeds United és a máltai Diego-t, ahogyan a Szigetországban nevezik. Klasszikus, gyönyörű csavarás a hosszúba. Ki imádkozta Bruckner László is. A gól még egyszer. Ebből a szempontból a legjobb helyen van a kamera. Parádézkok a mozdulat. Bárányos is a szokásos helyén, ugye megszokhattuk, hogy az ilyen szögleteknél, szabaddugásoknál ő helyezkedik a rövid oldalon. Nagyon sokszor tudja kifejelni a labdákat. De ez most magasabban jön, Szűcs. Heinz szedi össze. Kapott egy könnyű mozdulattal arrébb tessékeli, és Skembri leveszi! Hú, de szép volt! Csak nem tudta leszorítani, nem tudott rádőlni rendesen, pedig ez most klasszikus Mester 3-as lehetett volna. És Heinz labdáinál lassan el is fogynak a jelzők. Leveszi, és az egyetlen esély ez volt, hogy úgy, ahogy jön, droppiból ellövi. Farkas megy át a másik térfélre, elszórja a labdát. Mondom, hogy utolsó emberként, de veszélyes helyzetben Milkovics várja középen a paszt. De ha adja, Heinz le sem lett volna, Skembri tovább, ez itt nem lesz. Milkovics, Szűcs bravúrja, meccsben tartatja a csapatot, de nem így! Heinz az újabb gólszerzője! 3-0, 40 perc elteltével. Heinz 5. gólja, és az első, amit nem az ülői úton szerez a Ferencvárosban. Milkovicsot nem lehetett egyből adni a labdát, de így Skembri közben léptével tökéletes a kombináció, és aztán egy kapáslövés belsővel, mint ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, Heinz csak bepasszolja. Megtalálta a részt a saját és az ellenfél játékosai között, mert innen látjuk, hogy hol suhant végül el a labda a rövid sarokban. Andrezinho lopta el a labdát, Skembri, Maróti, Heinz, Milkovics mutatja, hogy kéri a labdát, és megkapja Heinztől. Skembri és Farkas lögdösődnek középen, lássuk, jön a labda, egyelőre még a csel, és elakad. Józsi szöglete, második félidő, 10. perc, Csizmadi a kapufára fejeli. Még mindig ott van, és sikerül kifejelni a vonalról. És most a takarítás, sőt, csípszó, és kifelé lesz majd szabadrúgás. Itt Csizmadi a Jovánceit, meg sem próbál vele felugrani. Lejön a kapufára, és aztán Milkovics megelőzi Szűcsöt, és egy nagy mentés. Bruckner László pedig úgy bosszankodik, mintha legalábbis vezető gólhoz állt volna közel a csapata. Bárányos kapura lövi, és hozzáér még Haber szöglet.
jön közben a szöglet. Tiszta lövő helyzet. Új, Balog néz bele, ráadásul szegény. Lehet, hogy rajta van az orvédő, de nem lenne kizárt, hogy ez fájhat most. Lehet, hogy pont egy sérült csontot talált. Vagy ennyire jó az arcvédő, hogy Balog egyből fölpattan belőle. Nem. Az igazság az, hogy úgy tűnik, hogy a kezével ért hozzá Balog, és akkor ezek szerint a lehető legjobb ötlet volt azt mutatni, mint hogyha fejét lőtték volna meg, mert ezért a büntetőt is lehetett volna adni. És megint Morales az, aki beáll. Méghozzá Emil Milkovics helyén futballozik majd átlévő szűk fél órában. Legutóbb egy héttel ezelőtt Stanicsot váltotta, még az első fél időben Stanics ugyanis nem volt jól, gyomorbántalmai miatt jött akkor le a pályáról. Kockázatos, nincs is kint a labda, óriási lehetőség, Haber! Józsi szöglete, Csizmadia csúsztat, éppen hogy lemaradt Rósa. Csizmadia másodszor tud fejelni az öt és feles vonalának környékén. Heinz, gyönyörű perdítés volt Moralesnek. Andrezinho. Gyönyörű még az átvétel is, 4-0! Morales! És megint egy ember, de mondjuk a passzal együtt kettő veri meg a kompletten fölálló pápai védelmet. Az argentin felgyorsít, és egyből zúdítja a jobb sarokba a mérkőzést, véletlen végképp eldöntő találatot. Itt ketten lesen lettek volna, Andrezinho pedig annak a játékosnak tette, aki biztos, hogy úgy érkezett, hogy ez mehetett tovább. Remek passz, és az átvétel sem akármi. Szűcs mellett pedig ez a gurítás, a negyedik Fradi gól már. A Reac ellen szerzett már gólt, igaz, szerencsés körülmények között az első csapatban. A Magyar Kupa mérkőzésen, de most bajnokin is. Morales. Heinz. Andrezinho. És Kembri mozog be, remek labda volt, éles a szög, kapuk a gól! Hogy bevart ez Kembri? 5-0! Abszolút pattót fog a pápa. A harmadik gólja Kembrinek. És most együtt rázhatják a rongyot, meg a kerítést a közönséggel. Ebből a szempontból a jobbik kapuba is betalálnak. 2 percen belül kétszer a zöld-fehérek. A labdák, amiket kapnak a középpályáról, zseniálisak. És nagyon fölvárta a rövid fölsőbes Kembri, aki ezzel a gála a maga gála előadása végére is ért, hiszen lehozza őt Kruckner László, és Tóth Bence folytatja a helyén. Ezzel a Ferencváros beállítja a legnagyobb különbségű győzelmét a pápa ellen, hiszen egy 5-0-as mérkőzés volt már egyszer, méghozzá az első, amit játszott a 2004. október 23-án, az volt az 5-0. Ott még Sofumni, Gyepes, Bajewski és Szűcs 11-es gólja. Quintero, alá
irányul, Bárányos, szép az átvétel, 11-es befújta Iványi, Csizmadia, apró szabálytalansága, meg lehet a pápa szépítő gólja. Nem volt az, kérdezi Iványi, legalábbis, hogy jól olvasom le a szájáról, ott szerintem, sőt, biztos vagyok benne magam részéről, hogy összeakasztotta Bárányos lábát. Ilyenkor ugye futás közben egy szinte láthatatlan érintés is elég, és az véletlenül megvolt. És ha megvolt, akkor a sárgát is oda kell adni a Iványi Zoltánnak, úgyhogy Csizmadia még ezt is kénytelen elszenvedni, Iványi meg elkönyvelni. Bárányos rukatja a szépítő gólt. De nem rúgja be! Amikor semmi nem sikerül. Ki se jön a labda Haberről. Itt a büntető még egyszer. Haber elcsípi az irányt és a labdát is. Andrezinho helyett Dragoner. A hetedik Ferencvárosi szöglet. És mellé megy a fejes. Többen vannak hátul a ferencvárosiak. Palkó megpróbálta elcsavarni. Dragoner lépett bele. És itt a vége. Pápa Ferencváros tehát 0-5. A mérkőzés legjobbja a Máltai András Kembri, aki 3 gólt szerzett. Heinz és Morales még a gólszerzők. Tehát 5 légiós talál, illetve mind az 5 gólt légiós szerezte a Ferencvárosban. Hát nem önöregedett szerintem ezen a mérkőzésen 10 éve. Nagyon fegyelmezetten, motiváltan játszott a csapat, és ez a legfontosabb, és úgy érzem, hogy megérdemelten nyertünk. Nem lehetett tudni, hogy milyen állapot lesz igazából, de kellemes meglepetést okoztak nekem is. Úgy gondolom, hogy sokat futottunk, és még egyszer, ami a legfontosabb volt a számomra, hogy taktikailag fegyelmezetten játszottak, azt játszották, amivel megegyeztünk, és ez most eredményes volt, fontos 3 pontot szereztünk. Andrés Kembri pedig 3 gólt szerzett, és nagyon szabadon mozoghatott itt a jobb oldalon. Mutatjuk is egyébként az első találatát. Hogyan kommentálná mindezt? Mi a véleménye arról, hogy ekkora területe volt Kembrinek? Játszottak erre? Nézze, azt gondolom, hogy most így utólag azt mondani, hogy természetesen játszottunk. Hát megnéztük a pápát többször, kielemeztük többször. Úgyhogy természetesen játszottunk erre, és hál' Istennek bejött. Ezért mondtam azt, hogy a csapat nagyon fegyelmezetten megoldotta azt, amit kértem tőlük, úgyhogy nem tudok mást mondani, örülök a győzelemnek. Úgy érzi, hogy most játszott a legjobban a csapat ebben a szezonban? Nem tudom, volt több jó teljesítmény is már, azt gondolom, de voltak rosszak is, negatív mélypontok. Azt szeretném elérni, hogy minél előbb tudjuk stabilizálni a formánkat. Ha fegyelmezettek maradunk, és ez a kulcs a mi esetünkben, a mi csapatunknál, hogy taktikailag fegyelmezettek maradunk, akkor nem lesznek olyan mély szakadékok sem a játékban, sem pedig az eredményességben. Az első félidőben nagyon könnyen jöttek itt a pápai védelem bal oldalán. Mi volt ennek itt az oka, hogy látja? Nem vagyok feldúlt, végtelenül elkeseredett vagyok, nem is nagyon kezdenék bele most ilyen válaszokba. Volt egy A-tervünk, ugye, hogy megpróbálunk az élcsapatok mögé felzárkózni, ez újfent nem sikerült, úgyhogy én azt gondolom, innen a B-terv lép életbe, az meg mi lehet más, bennmaradást kitűzzük zászlónkra. De hát azt gondolom, hogy az majd a tavaszi szezonnak egy története, és jelen állapotomban úgy gondolom, hogy azt majd mással. Tehát akkor ezek szerint ezt jól értem, hogy befejezi itt a tevékenységet, ez nagyon meglepő. Legalábbis számomra. Bocsánat, hogy közbevágok. Majd meglátjuk, van még a szezonból 2 mérkőzés. Az őszi szezonnak vége 7. helyen zártunk, még mindig az a mezőny elején szerepelve, és folyamatos gyalászkodás folyik a pápai kispad fölött. Van mindennek határa, tehát ez most nem a szakmáról szól, ez másról szól, úgyhogy mondom, jelen állás szerint le kell hozni a Debrecen és a Szolnok mérkőzést, amivel még nagyon jó pozícióba kerülhet a csapat, aztán majd meglátjuk.